Gyere le, gyere le, gyere le, hadd öleljelek meg! Gyere le, gyere le, gyere le, gyere le, hadd puszíjalak meg! Bitch! Gyere le, gyere le, gyere le, gyere le, hadd járjak a kedvedben! Mint azt már megszokhattuk, április utolsó hétvégéjén idén is felálltak a színpadok, és megtelt pécsi és máshonnan érkezett egyetemistákkal, zenekedvelő közönséggel a Zsolnai negyed. A pécsi egyetemi napok ugyanis már az országos fesztivál szezon nyitó eseményévé nőtte ki magát. A Pécsi Tudományegyetem legjelentősebb kulturális és zenei programja lett. A PEN a fellépő zenekarok számára is különleges, sokan tartják fantasztikusnak a pécsi közönséget, és sokan jönnek haza a városba. Pécsen ugyanis átlagon felüli az egy főre eső híres zenekarok és zenészek száma. Néhányat legalábbis biztosan mindenki fel tud sorolni. Megszólni mindenképpen, megszólni az Isten, ugye? Az ez mindenképpen. 30Y, 30Y, imádom a 30Y-t. Azt tudom, hogy a halott pénz az innen indult, meg a 30Y is. A halott pénz. A punani masszív, és mondjuk harmadiknak betenném a 30Y. A 30Y, hiperkarma ismer komlói igazából, akkor a felcsermáték, halott pénzék, van még egy pár. A 30Y, halott pénz, punani masszív és a mongoose and the magnet. Halott pénz? Konkrétan egy ennyit tudok. Punani masszív, csoki és hipó, akkor... Nem tudom, ez nem annyira ismert, de talán a Rampproof, Junkie Jack Flash, 30Y nyilván. Punani, Kispál, három megvolt. Marsalkó Dávid, ugye a halott pénz, a Punani, de más nem tudom, fogalmam nincs. Természetesen a sokat említett halott pénz is színpadra lépett, akivel a közönség együtt énekelte legismertebb számait. A PEN ugyanakkor azoknak a kis pécsi zenekaroknak is jó fellépési lehetőség, akiknek még nem hallhattuk a nevét a felsorolásokban. Az XY Flies fiatal zenészei még középiskolában alapították együttesüket, van, aki közülük azóta pécsi egyetemista. Sok másik formáció inspirálja őket, de sajátos stílusú zenét játszanak. Nagyon sokat magyar zenét hallgatunk mi, tehát ez az ilyen magyar alter azért nagyon megvan, Kispál, Hiperkarma, 30Y. Ezek nyilvánvalóan inspirálnak, de így egy ilyen meghatározott zenekart én nem tudok megnevezni, hogy akkor mi majmolnánk valakit. Szeretjük nagyon egyébként, tehát abszolút, szerintem mindannyian, de külföldi zenekarok is inspirálnak minket. Mit mondan erre egy pécsi fiatal alternatív rock zenekart játszunk, de hát most szerintem egészen más, mint a többi, tehát... Én azt mondom, hogy egy egyedi zenét játszunk. Nem tudom, hogy így egészen azonnak a vonatnak, miközben én rád gondolok, neki dől, vagy nem is gondolok rátok, mert nem lesztek fontosak, már más lesz fontos, vagy más se lesz. Én nem tudom, nem tudom. Elképzelhető, hogy néhány év múlva őket nem lehet majd kihagyni a felsorolásból, és az ő szövegeiket skandálja a közönség a nagy színpad előtt. A lehetőségük nekik is megvan rá. Gyere le, gyere le, gyere le, gyere le, hadd öleljelek meg! Gyere le, gyere le, gyere le, gyere le, hadd puszíjalak meg! Gyere le, gyere le, gyere le, gyere le, hadd járjak a kedvedben! Hadd gondoljak a fejedben, és hadd turkáljak a kebledben! Csak egyszer, csak egyszer, csak egyszer, csak egyszer. Gyere le, gyere le, gyere le, gyere le, hadd öleljelek meg!